Üdvözlöm a kedves nézőket! Ma komolyabb témák felé fogunk evezni, ugyanis a jog témakörét érintjük. Ebben beszélgető társam Kovács Krisztián jogász lesz, aki az örökléssel kapcsolatban fog minket felvilágosítani és a kérdéseinkre választatni. Üdvözlöm! Üdvözlöm, Szilvia! Köszöntöm a kedves nézőket! Ahogy említettem, az örökléssel kapcsolatban fogunk beszélgetni. Ez egy nagy téma, és szeretném, hogyha segítenél nekünk ebben, mert azt gondolom, egy hasznos és szinte mindenkit előbb-utóbb érintő témakör ez. Az első kérdésem az, hogy mikor érdemes foglalkozni az örökléssel? Igen, hát ugye mindenki életében eljön az a pillanat, amikor már késő foglalkozni vele, mert hát ő ment el az élők sorából. Mindenkit arra bíztatunk, hogy gondolkodjon előre. Nagyon-nagyon sok családi konfliktust meg lehetne azzal előzni. Nem mondom, hogy meg lehetne. Hát az a tapasztalat, hogy nem beszélnek otthon róla az emberek. Tehát egy tabu. Tabu sok téma, esetben. Igen. Vannak ilyenek, itt nagyon erősen él mostani ember tudatba ugye az élet szeretete. Nem törődünk a halottakkal, eltűntek a régi rituálék. Ez magával hozta azt is, hogy egyáltalán nem beszélnek a halálról, halál közelettével sem. Tehát mikor érdemes végrendelkezni? Bármikor, amikor az embernek már eszébe jut. Akárcsak, hogy elmondja otthon, hogy ő mit szeretne. Nagyon nagy probléma például az is, hogy amikor az embereknél ugye valaki elhalálozik a családba, azt sem tudják, hogy vallásos volt. Lenne egy hirtelen halálesetkor néznek az emberek, hogy mit is így tegyünk van, így van. Mit szeretett volna a családtagunk. Hova temessék? Urnás temetést szeretne, koporsós temetést szeretne. Ezek mind olyan dolgok, hogy igazából nem lenne túl, hát hogy mondjam, úgy nehéz vagy megterhelő megbeszélni, csak halogatják, aztán pedig nem jut rá idő. Az a tapasztalat egyébként ennek ellenére, hogy növekszik a végrendeleteknek, végintézkedéseknek a száma. Ebben nagy szerepe van a közjegyzői kamara marketingének, akik ugye eléggé élen járnak a területen, már úgy értve, hogy az öröklési jogba, ugye a közjegyzők vannak kapcsolatban az összes hagyatéki eljárással, így ők tulajdonképpen belülről beszélnek, és az a tapasztalat ráadásul a közjegyzők eljárásával kapcsolatban, értve ez alatt a végrendelkezést, hogy elenyésző hiba százalékban fordul az elő, hogy egy végrendelet érvénytelen lenne. Ami viszont mindenki másnál nagyon komoly probléma. Milyen teendőink vannak a hozzátartozónk elvesztése után? Igen, itt érdemes külön választani azt, hogy az elhalálozás az kórházban történik, vagy kórházon kívül, mondjuk azt, hogy otthon. Kórházban igazából néhány dokumentumot kell aláírni, és az elhújnak a kezelését, hogy így mondjam, ők gyakorlatilag automatikusan intézik. Ilyenkor csak a korbonztanról kell kérnünk egy papírt, és ezzel tudunk elmenni az anyakönyvi hivatalba, a halálozás helye szerinti anyakönyvi hivatalba, ahol meg tudjuk igényelni a halotti anyakönyvi kivonatot. Ezt majd később postán fogják elküldeni, vagy a temetkezési vállalkozónak egyébként lehet meghatalmazást adni, hogy ő személyesen hozza el. Amennyiben otthon történik a haláleset, akkor értelemszerűen orvost kell hívni, vagy mentőt, hogy megállapítsák a halál tényét. Az orvosnak 6 órán belül ezt meg kell tenni, és egy 11 néhány órán belül pedig intézkedni kell a halottnak az elszállításáról. Ez szigorú szabály, tehát már nem fordulhat az elő, mint ami korábbiakban volt, régebbi korokban, hogy virrasztanak a halottal, mennek a siratóasszonyok, tehát ez ma már elképzelhetetlen, rettentő, szigorú a szabályozás. Egyébként pont 2 éve szigorodott a temetkezési vállalkozókra vonatkozó szabályozás is, tehát külön nyilvántartásuk van, már önmagában az kevés, hogy temetkezéssel foglalkozik a cég, hogyha nincsen nyilvántartásba véve, akkor semmilyen tekintetben nem vehet részt az eljárásban, nem intézkedhet. Mi történik ezek után? Ezek után történik meg a hagyatéknak a leltározása, amennyiben van olyan ok, körülmény, ami indokolja ezt. Igazából az eseteknek gyakorlatilag a 100%-ában leltározzák a hagyatékot, és lefolytatják magát a hagyatéki eljárást is, mert a magyar embereknek rendszerint van ingatlan tulajdona. Márpedig az ingatlan tulajdon az egy olyan körülmény, hogyha van, ami kötelező leltározás, kötelező hagyatéki eljárást von magával. Tehát ezt követően egyébként ez úgy zajlik maga az eljárás, hogy ez a temetéstől gyakorlatilag teljesen független, tehát mindenki olyan módon temeti
az elhunytat, amilyen módon szeretné, bár megjegyzem, hogy vannak nagyon extra kérések, amiket a jogszabályok nem feltétlen tesznek lehetővé, ennek ellenére van, hogy megcsinálják, tehát ezt a hatályos jogszabályok például nem engednék, hogy járjanak kocsmázni az elhunytal, és ilyen módon juttassák el a temetőbe, hogy minden útban lévő kocsmába betérnek, ennek ellenére tudunk megtörtént esetekről. Ezek gondolom ritkák azért, vagy nem? Én bízom benne, hogy ritkák. Saját praxisban szerencsére nem volt ilyen se kérés, se olyan, ahogy hivatalos tudomást szereztünk volna erről. Tehát a temetés, ezt szerintem külön lehet ettől választani. A maga a hagyaték leltározása az úgy zajlik, hogy a jegyzői hivatal, a hagyatéki osztálya többnyire kiküld egy levelet a hozzátartozóknak, illetve az elhunyt utolsó címére, amiben a hozzátartozóknak le kell írnia, hogy egyrészt milyen tudomással bírnak az elhunytról. Itt a legfontosabb az, hogy volt-e végrendelete tudomásuk szerint. Hát, mint ahogy azt mondtam, a legtöbb esetben nem volt végrendelete, vagy nem tudnak róla, ez mind a kettő nagyjából egyforma sűrűséggel fordul elő. Tehát, ha nyilatkozni kell arról, ez megint csak egy ritka eset, hogy volt-e az illető közjegyző, végrehajtó vagy ügyvéd, mert neki ugye a komoly irattározási felelőssége van, tehát ilyenkor a kamarát értesíteni kell az elhalálozásról. Ugye régi szerződéseket, végrendeleteket, amiket szerkesztett adott esetben az ügyvéd, ezt a kamarának át kell vennie. Plusz fel kell tüntetni minden ismert vagyontárgyat. Itt tételesen meg van jelölve, hogy miket kellene feltüntetni, tehát gépjárműveket, bankszámlákat, ingatlanokat, az ingóságokat. Igen, az egy kicsit kakukk tojás, mert említettem ugye a személygépjárműveket, hogy azt be kell jelenteni. Egyébként az ingóságokkal az a tapasztalat, hogy nem szoktuk őket leltározni. Senki nem szokta. Több praktikus oka is van, ezek többnyire értéktelenek. Viszont a hagyatéknak az értékét emelik, ezáltal magasabb lesz a közjegyzői munkadíj. A másik, ami miatt nem szokták megint csak beleírni, hogy az örökösnek a felelőssége az az örökölt vagyon erejéig áll fent. Tehát minél inkább, minél több vagyont leltározunk, az örökösnek annál több lesz a fizetési kötelezettsége arra az esetre, hogyha ez a vagyon nem lenne meg a későbbiekben. Erre még vissza fogunk szerintem térni. Rendben, a közjegyzőnek a szerepéről beszélünk-e még? Így van, a közjegyzőnek fontos szerepe van az eljárásban. A jegyzőnek erre a leltározásra, amiről az imént beszéltünk, 30 napja van. Ezután kellene tovább küldeni a közjegyző részére az anyagokat. Ezt rendszerint nem tartják be. A hagyatéki eljárásról szóló törvény az teljesen konkrét ebben a tekintetben, leírja, hogy 30 nap után így is úgy is tovább kell küldeni a közjegyzőnek az anyagot, hiszen a közjegyző ebből értesül, hogy volt egy ilyen haláleset, kezd intézni a hagyatéki tárgyalást. Egészen addig, amíg a jegyzőtől nem kapja meg ezt a mondjuk úgy, hogy papírhalmot, addig nem tud intézkedni, és legtöbbször egyébként már ez is önmagában 2-3 hónappal hátráltatja az eljárásokat, hogy a jegyző nem küldi időben tovább. Mert a törvény az úgy szól, hogy amikor a 30 nap letelik, automatikusan tovább kell küldeni az anyagot, és meg kell jelölni a közjegyzőnek, hogy körülbelül mikorra fogja a teljes anyagot átküldeni. De ugye, hogyha már egy csonka anyagot is átküld, a szervezési feladatok nagyobb részét el tudja kezdeni a közjegyző. Tehát lehet reklamálni a közjegyzőknél aránynak korán az eljárásban, gyakorlatilag viszont nem biztos, hogy van értelme, mert az elején még biztosan nem náluk csúszik el az eljárás. Értem. Hogyan zajlik maga az öröklés? Az öröklés az úgy zajlik, az öröklés az fontos a magyar jognál, ezt úgy mondjuk, hogy úgynevezett ipso iure, tehát a jog alapján, törvény alapján áll be az öröklés. Itt a közjegyző nem ő mondja meg, hogy ki fog örökölni. Tehát ez egy kicsit félreértett szerep itt a közjegyzőknél. Ez a jogszabályon alapul, és a halál pillanatában az örökös már megszerezte a hagyatékot. A közjegyző az annyit csinál ebbe a tekintetben, hogy megállapítja azt, hogy kivált örökössé. Ennek egy praktikus oldala van, ugye vannak ingatlan nyilvántartás, más egyéb nyilvántartások, lehet, hogy öröklési illetéket kell kiszabni, tehát az államnak tudnia kell, hogy ki örökölt. De az állam önmagában nem tudja, ezért van ez a formalizált eljárás, amit mi hagyatéki eljárásként ismerünk, hogy a közjegyző az gyakorlatilag az állam számára megmondja, hogy ki az, aki örökölt. Nyilván egy bonyolultabb ügynél, ahol sok a szereplő az ügyben, ott ne pláne. Azt gondolom, hogy fontos a jelenléte. A házastársaknak az örökléséről tudunk-e beszélni néhány szóban még?
Természetesen alapvetően az új PTK... Mindig örököl-e például a házastárs? Igen, ez az új PTK-nak, ami 2014. március 15-én lépett hatályba. Ez azt jelenti, hogy a 2014. március 15-i utáni haláleseteknél kell alkalmazni. Tekintve, hogy 2019-ben vagyunk, gyakorlatilag most már szinte az összes hagyatéki eljárásra az új PTK-t kell alkalmazni. Ez egy kicsit megkavarta, ha lehet így mondani, az özvegynek az öröklési helyzetét. Egyetemen gyakran előfordul egyébként, hogy mindig, amikor túlélő házastársról beszélünk, következetesen feleséget mondanak. Ezt, hogyha nézik a hallgatóim, nekik is mondom, hogy egyébként van olyan, hogy a férfi él tovább. Tehát túlélő házastárs örökléseként tudunk erről beszélni. A túlélő házastárs öröklési státusz az alapvetően háromféle lehet. Ez attól függ, hogy az elhunytak közös gyermekei voltak-e, hogyha nem voltak, élnek-e az elhunytnak a szülei, ha nem élnek, akkor pedig a házastárs egyébként önmagában, tehát egyedül örököl. Az esetek nagyobb részében az a tapasztalat, hogy az elhunytnak voltak a túlélő házastársa a közös gyermekei. Ebben az esetben alapvetően két részre osztjuk fel a hagyatékot. Az egyik részbe tartoznak a közösen lakott lakáson kívüli vagyontárgyak, tehát ami nem a közösen lakott lakás, és ott van még kakukk tojásként a közösen lakott lakás. A közösen lakott, utolsó közösen lakott lakáson a házastárs haszonélvezetet örököl. Igen. Ez azt jelenti, hogy ő gyakorlatilag korlátozás nélkül hasznosíthatja a teljes ingatlant, azt enged be, akit ő akar, bérbe is adhatja, dönthet úgy is, hogy nem használja, de ennek ellenére nem engedi be az örökösöket, mert ők csak tulajdonosok. Ilyenkor mondhatjuk, hogy egy picivel talán erősebb. Tehát az eladásnál is, tehát ő az utolsó szó az ő véleménye esetben? Nem, ez egy érdekes, ez közkeletű félreértés. Szabadon el lehet adni bármit a haszonélvező hozzájárulása nélkül is. Másik oldalról viszont normális ember nem vesz haszonélvezettel terhelt ingatlan. Hát, jaj, értem, igen. Elvileg egyébként el lehet adni, gyakorlatilag nincsen piaca, nem kell hozzá hozzájárulása, kifejezetten ahhoz kell, hogyha le is mond a haszonélvezetről. Tehát így örököl a házastárs gyermek mellett az ingatlannal kapcsolatban, ha közösen lakotta, magát a tulajdonjogot azt a gyermekek öröklik. És van ugye az a vagyonrész, amiről az imént beszéltünk, ami nem a ház. Igen. Ebből ő egy gyermekrészt örököl. Tehát ez gyakorlati példával szemléltetve azt jelenti, hogy ha kettő közös gyermek volt az elhunytal, akkor a minden mást három felé osztunk, mert egy gyermek, a másik gyermek, és végül pedig a házastárs is egy gyermekrészt örököl. Amennyiben nem voltak közös gyermekek, abban az esetben a házastárs az elhunytnak a szüleivel örököl. Együtt olyan módon, hogy ilyenkor ezt a közös lakást már nem haszonélvezetként kapja meg, hanem az ő tulajdonába kerül. Értem. És csak a minden máson osztozkodik a szülőkkel, az egyik felét a házastárs kapja, másik felét pedig a szülők. Ha a szülők sem élnek, akkor pedig a házastárs egymaga örököl. Értem. Az élettársakkal mi a helyzet? Ők ugyanígy örökölnek? Mondhatnánk, hogy igen, de valójában nem. A jog az nagyon erősen ketté választja az egynemű és a különnemű élettársakat. Amikor házastársakról beszélünk, van nekünk egy olyan törvényünk, hogy a bejegyzett élettársakról szóló törvény. Ez a törvény az egynemű bejegyzett élettársaknak a viszonyait szabályozza. Ez körülbelül megegyezik a családjogi és vagyonjogi hatásait tekintve a házassággal, viszont néhány különbözőség azért még mindig van. Tehát például nem vehetik fel egymás nevét a nétoldattal, és pár egyéb korlátozás van, ami a téma szempontjából egyébként nem túl jelentős. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy örökléssel kapcsolatban van ennek jelentősége. De ők gyakorlatilag teljes öröklési státusz kapnak egymás után, mintha házastársak lennének. Viszont a magyar élettársaknak a nagyobb része az nem egy nemű élettárs, nem egy elterjedt forma nálunk, hanem klasszikus hetero élettárs, akik élettársi közösségben élnek. Velük kapcsolatosan az a helyzet, hogy ők egyáltalán nem örökölnek egymás után, törvény alapján. Tehát, hogyha ők egymást örökösül szeretnék választani, nevezni, akkor kénytelenek valamilyen végintézkedést tenni, ez nyilván többnyire végrendelet szokott lenni. Ez főleg idősebbeknek ez a
talán mondhatom, hogy ők már idősebbek, ez az 50-es, 60-as korosztály, akinek annak idején volt esetleg egy válópere, utána már nem gondolta, hogy ő szeretne még egyszer házasodni, akár 30-40 éve is élettársi Igen. kapcsolatban élhetnek egymással, és amikor az egyikük elhalálozik, akkor a túlélő élettárs gyakorlatilag nem kap semmit az ingatlanból, adott esetben még az örökösök ugye ki is tehetik onnan, mert hiszen joguk van Igen. hozzá. Akkor érdemes nekik végrendelkezni ezek szerint otthon? Én azt mondom, hogy mindenféleképpen érdemes. Az otthoni végrendelkezést azt viszont minden áron kerüljék el. Oké, okay. akkor megtörtént az a szó, amit nem kellett volna mondjak, igen, tehát akkor ne otthon tegyék ezt meg. De mindenképpen a végrendelet véri ilyen esetben az öröklés. Igen, otthon is megtehetik, amennyiben szakembert hívnak természetesen, ez nincsen kizárva. Igen. Sőt, az sincs kizárva, hogy egyébként önmaguk saját kézzel írjanak egy végrendeletet. Valahol ez lenne a legbiztosabb, viszont az a tapasztalat, hogy a saját magunk által írt végrendeletek, úgy mondom, hogy nem jogvégzettek, vagy jogászok kigooglizzuk, által. Nem? Igen, a legrosszabb megoldás, ha kigooglizzuk. Tehát ezek a végrendeletek az eseteknek a nem túlzok legnagyobb részében, tehát nagyon nagy számot, mondjuk 80%-ot képzeljenek el, ezek érvénytelenek. Akkor el is érkeztünk ahhoz a kérdésemhez, amit fel akartam tenni, hogy milyen problémák szoktak előfordulni. Hát ez az egyik akkor, hogyha önjelölt jogászok vagyunk. Igen, mert az a helyzet, hogy hát itt nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelni, ugye, hogyha ön és én szerződünk, hogyha valamilyen gond lenne a szerződésre, jogvitány támadna, nem ugyanúgy értelmeznénk, elmennénk a bíróságra, és akkor meghallgatnának mind a kettőnket, hogy hogy értettük, amikor ezt írtuk. Uh-huh. Lehet, hogy homályos, de lehet, hogy pont ugyanúgy értettük. Na hát ez ugye örökhagyóknál ez nem nagyon tud működni. Vannak arra mindenféle unortodox módszerek, amikor ilyenkor is lehet hozzájuk szólni, de a bírói gyakorlat nagyon konzervatív, tehát ezeket ilyen sámlákat, javasasszonyokat nem sajnos nem veszi őket, vagy hát inkább szerencsére nem veszi figyelembe. Tehát kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy amikor már van egy végrendeletünk, hogyha az megfelel a végrendelet alakisági követelményeinek, akkor próbálunk úgy csinálni, amit az örökhagyó akarata kíván. Itt odáig elment a legfelsőbb bíróság annak idején, hogy egy végrendelet körülbelül 8 oldalas volt, elég nagy vagyont merített ki. Követelmény, hogy minden egyes lapot, oldalt, lapot számozni kell, és az egyik lapnak a számozása kimaradt. Azt hiszem, talán az ötödik, vagy egy köztes lap maradt ki. És a legfelsőbb bíróság itt azt csinálta, hogy az előtte lévő oldalakból és az utána lévő oldalakból azt mondta, hogy szerinte a köztes oldalon ezt írta volna az örökhagyó. Hát ki következtette? Jogilag ezt mondjuk, valójában mindenki tudja, hogy elolvasták, hogy mi van ott, és Persze. ezt következtették ki a végén, de ezt kellett mondaniuk. És egyébként a legtöbb érvénytelenségi hiba az alaki hiba. Uh-huh. És ami érdekes viszont ezzel kapcsolatosan, hogy itt azért az ügyvédek sem remekelnek. A ügyvédeknek kötelező felelősségbiztosítást kötni az ügyvédi műhibákra. A MÜPS-ének minden évben dobogós az ügyvédi műhibák miatti kifizetés öröklési ügyek tekintetében. Azt mondom, hogy ez ügyfelek szempontjából valahol jó, de valahol nagyon rossz is. Annyiból jó, hogy itt tiszta a helyzet. Hogyha nem az örököl, akit a ügyvéd végrendeletben ugye örökölni rendelt, mint közreműködő személy, akkor itt egyértelmű ügyvédi műhiba van, mert az ügyvéd nem végezte el a feladatát. Ennél fogva kifizetést kell eszközölni. Mik a jellemző hibák? Például ügyvédeknél az egy nagyon jellemző, gyakran előforduló hiba, hogy a végrendeletet ellenjegyzik. Ugye aki ingatlan adásvételt csinált, az látott már ilyet, rányomják a száraz bélyegzőt, gyakorlatilag ez a fő mozzanata. És az esetek nagyobb részében csereszabatos a kettő tanúval. Ugye teljes bizonyító erejű magánokirat, ezt ügyvédek így hívjuk. És a kettő, mint mondtam, csereszabatos, a legtöbb esetben öröklésnél viszont nem. Tehát, hogyha más lenne, szerződés lenne, akkor simán helyettesíthetném ügyvédi ellenjegyzéssel a két tanút. De a törvény, a PTK-ig nem azt mondja, hogy teljes bizonyító erejű magánokirat kell, hanem hogy kettő tanú kell, hogyha a végrendelkező nem saját kézzel írja. Uh-huh. Innentől kezdve az ügyvédi ellenjegyzés, hát, hogy úgy mondjam, súlytalan ebbe a tekintetbe, ez talán az esetek 50%-át ez a műhiba teszi ki. A laikusok által írt végrendeletnél nagyon tipikus hiba, hogy csak az utolsó oldalt írják alá. Hogy esetleg az örökhagyó aláírja ugyan mind a 2-3-4 akárhány oldalt, amennyi van,
de a tanúk viszont csak az utolsó oldalt írják alá. Ez megint csak hiba. Hogyha több oldalból áll a végrendelet, akkor számozni kellene ezeket az oldalakat. Ez is nagyon sűrűn el szokott maradni, nem az utána lévő oldalak, tehát nem a második, harmadik, hanem többnyire az első oldalra nem tesznek számot. Ez megint csak olyan hiba, ami érvénytelenné teszi. De akkor nagyon kell ezekre figyelni. Mindent írjunk alá, mindent számozom meg. Tehát igen, ugye a legjobb, hogyha nem nekünk kell rá figyelni, hanem szakértőhöz fordulunk ebbe a tekintetbe. Nem is olyan könnyű ez a végrendelkezés. Most így azt mondom, hogy elég sok mindenre oda kell figyelni azért. Igen, nem véletlen, hogy ugye ügyvédek is elég sűrűn elrontják. Mindenkinek javaslom, hogy még egyszer mondom, vagy közjegyzőhöz érdemes fordulni végrendelkezéssel kapcsolatban, vagy pedig olyan ügyvédhez, aki egyébként jártas az öröklési ügyekben. Ne legyenek szégyellősek, rá kell kérdezni. Szokott-e végrendeleteket szerkeszteni? Itt az is probléma, ugye, hogy mondjuk egy pályakezdő ügyvéd, de ezt nem szűkíteném le a pályakezdő ügyvédekre, mondjuk 30 éves korában elkezd végrendeleteket szerkeszteni, nyilván mondjuk a korosztályának, tehát ismerősei, barátai elmennek hozzá, adott esetben 20-30 év is eltelhet, mire az elsőről kiderül, hogy ez a végrendelet érvénytelen, már pedig azért élek a gyanúperrel, hogy az összes többi végrendeletet is ebből a sémából írta meg. Tehát itt tömegével lehetnek. Nagyon karakán embernek kell lenni a másik oldalról nézve, hogy ezt felvállalja és felhívogassa az ügyfeleit, és egyébként még azt mondom, hogy le a kalappal, hogyha ennek ellenére megcsinálja. Még mindig ez a jobbik eset, nem pedig az, hogy a világban általa szerkesztett érvénytelen végrendeletek vannak. A közjegyzőről beszéltünk már, hogy milyen feladata van. Van esetleg még valami, amit elmondanánk az ő szerepéről? Talán a szerepéről nem is. Az fontos, hogy mit tudunk tenni, ugye, Budapest környékén körülbelül egy év a hagyatéki eljárásnak a hossza az örökhagyó halálát követően. Ez rettentő hosszú. Ez az általános? Megmerem kockáztatni, hogy az általánosnak mondható. A rekordunk az körülbelül 18 hónap volt a hagyatéki tárgyalás kitűzése. Kicsit rosszabbat vártam. Nem hónapra gondoltam. Hát ezt már nem lehet fokozni tovább. Gondolom. Ezzel szemben mondjuk, ahogy haladunk a, hogy úgy mondjam, az ország határ felé, egyre jobbak a tapasztalatok. Békés megyében volt olyan hagyatéki tárgyalásunk, ami a halál pillanatától számítottan 2 hónapra lett kitűzve. Ez rendkívül gyors. De akkor nem ez azért a... Nem, itt szerencsére tudjuk egyébként gyorsítani magát az eljárást. Egyrészt, hogyha alaposan töltjük ki azt a papírt, amit a jegyző küld a hagyatéki leltárral kapcsolatosan. A másik dolog, azt már a halál pillanatában tudni, hogy melyik közjegyző fog eljárni. Ha fölmennek az interneten a közjegyzői kamarának az oldalára, ott a keresőbe be lehet írni, hogy mi volt az elhunytnak az utolsó állandó lakóhelye, és hogy melyik hónapban halálozott el. És ez alapján a rendszer kiadja, hogy melyik közjegyző az illetékes, ugyanis ez alapján osztják fel az egy illetékességi területen dolgozó közjegyzők. És a közjegyzőnek egyébként onnantól kezdve, hogy a hagyatéki leltárt megkapja, 60 napon belül ki kellene tűzni a hagyatéki tárgyalást. Ugye ez nyilvánvaló, hogyha egy évig tart a teljes eljárás, akkor ez nem történik meg. Mit lehet ilyenkor tenni? A leghatásosabb, és én azt mondom, hogy érdemes mindenkinek ezt megtenni, ez a hátterét azt tudni érdemes, hogy a legtöbb hagyatéki eljárás az ráfizetéses a közjegyzőknek. Tehát pici a hagyaték, ezáltal pici lesz az ügyvédi munkadíj, közjegyzői munkadíj, de arányaiban nagyon sok munka van vele. Most, hogyha ezt hozzá nézzük ahhoz, hogyha mondjuk valaki vesz fel egy lakáskölcsönt, ott van a közjegyzőnél egy órán keresztül, és ott hagy 80-100 ezer forintot, valószínű, hogy körülbelül egy átlagos hagyatéki eljárás is ilyen 60-80 ezer forintba kerül, és nem egy órát dolgozik vele a közjegyző. Tehát a közjegyzők nem nagyon allokálnak ugye munkaerőt arra, hogy ezt végezzék, többnyire egyetlen ember szokta végezni a közjegyzői irodákba. Nem megterhelt azért az Mit tudunk ilyenkor tenni? Hát kénytelenek vagyunk bepanaszolni a közjegyzőt a közjegyzői kamaránál. Ennek az a távolba mutató célja, hogyha egy közjegyző ellen a lassúsága miatt sok panasz érkezik, ebből a közjegyzői kamara le tudja vonni azt a következtetést, hogy túlterhelt ez a közjegyző. És levonta már? Elő-elő fordul. Én idealista vagyok, bízom benne, hogy egyre sűrűbben elő fog. Mit lehet ilyenkor tenni? Hát egyféleképpen tudja a kamara orvosolni.
nyit egy új közjegyzői állás helyet. Ez pedig egyik szakma sem szereti, hogyha a konkurencia beköltözik az ő területére. Tehát nagyon sűrűn nem adunk be egyébként ilyen kifogást a közjegyzőeljárása alapján, de eddig minden esetben az volt a tapasztalat, hogy a panaszt azt nem megválaszolta a közjegyző, hanem érkezett az idézés a hagyatéki tárgyalásra. Nagyon örülök neki egyébként, hogy most mind a két oldalt hallom, tehát a kulisszák mögé is egy kicsit bepillantunk. Sokszor hallok én olyat, meg szerintem sokak hallanak ilyet, hogy miután a hozzátartozó elhunyt, a tovább élők viszont tartozásokat örökölnek meg. Mit tehet ilyenkor az örökös? Igen, ez nagyon jó kérdés, és tényleg valóban gyakran felmerül. Az nagyon fontos, hogy az örökösnek a felelőssége az nagyon limitált. És ennek a maximuma az a vagyon, amit ő örökölt. Tehát, hogyha a hagyatéki leltárban ott van, hogy ő 8 millió forint értékben örökölt, akkor hiába van az elhunytnak 1 milliárd forint, teljesen mindegy, hogy mennyi tartozása, mindig is ez a 8 millió forint lesz a maximum, amit ki kell fizetnie. Sőt, tovább megyek, még ezt a 8 millió forintot sem kell kifizetnie, ugyanis az örökös elsődlegesen az örökölt vagyonnal felel. Tehát, hogyha örökölt egy 20 éves autót, egy eladhatatlan ingatlant, és így tovább, akkor magával az autóval vagy az ingatlannal felel. És ha megjelenik a hitelező, hogy ő neki tartozott az elhunyt, akkor elég csak rámutatni a vagyontárgyra, de hogy tessék parancsolni, vigye el. Hát ennek ugye nem szoktak örülni, főleg bankok, faktor, cégek. Igen. Gyakori próbálkozás az ő részükről, és sajnos elég sűrűn célt is érnek, hogy mindenféle nyilatkozatokat küldenek az örökösöknek, hogyha ezt aláírják, akkor beléphetnek a hitelbe. Ez a banknak ugye annyiból jó, hogy egészen addig, amíg ő csak örökös volt, a hagyatéki vagyontárgyakkal felelt. Onnantól kezdve viszont, hogy belép a hitelbe, tehát azt mondja, hogy átvállalja az örökhagyónak a hitelét, már nem csak az örökségével felel, hanem a teljes vagyonával. Tehát ez az esetek nagyobb részében a banknak jó, most összefoglalóan banknak neveztem, igen, de mindenkinek javaslom egyébként, hogy érdemes rászállni azt az 1-2-3-10 ezer forintot, hogy ilyenkor ügyvéddel konzultáljon. Ne ezen spóroljunk ilyen esetben. Igen, ez az a tapasztalat, öröklési ügyek azok tényleg tipikusan ilyenek, ahol kispórolással nagyon nagy ráfizetéseket lehet összeszedni. Rendben, köszönöm. Azt gondolom, hogy nagyon sok kérdésre választ kaptunk, viszont biztos van még olyan, ami felmerülhet esetleg a nézőkben. Van-e olyan javaslat, amivel a nézőket tudjuk még segíteni? Ami eszébe jut. Én azt szoktam mondani, hogy Amerikában mindenkinek mindenre van embere. Igen. Tehát mindenkinek van saját pszichiátere, akit fel tud hívni, mindenkinek van saját ügyvédje, van családi ügyvédje. Ez Magyarországon nincsen kultúrája, egyébként ismerve az ügyvédeket, én ezt teljesen megértem, de én azt javasolnám mindenkinek, hogy nagyon jó az, hogyha van egy szakmabeli, egy szakember a családban, legyen az vízvezetékszerelő, villanyszerelő, bármi más, nem is azért, mert olyan sűrűn szükségünk van rá, csak az esetek nagyobb részében az a tapasztalat, hogy amikor kell valamilyen szakember, nem őt felhívni a nehéz, hanem megtalálni, hogy ki az a szakember, akit fel tudunk hívni. Tehát érdemes eltárolni, konzultálni, megbeszélni egy ügyvéddel, hogyha jogi problémánk van, akkor lehessen kit hívni, ugyanis az első időben a tanástalanság, hogy kihez forduljunk, egyáltalán megértsük ezt a problémát, az nagyon sok időt és energiát elvisz. Vagy eszembe jutott még valami. Mondjuk a videónkat, ha elmentik, akkor az is egy jó, azért mankó lehet, nem? Azért, hogy én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy terjesszék. Mert hasznos információk. Rendben, az lenne még a kérdésem, hogyha bárki esetleg önhöz fordulna, hol teheti ezt meg? Az ügyvédi irodánknak a honlapját azt a videó végén azt megpróbáljuk valamilyen módon közzétenni. Hát, van nekem egy Facebook oldalam, a Kovács Krisztián jogász oldal, ahol igyekszem hasznos információkat megosztani, egyébként néha öröklési kérdésekben is, de alapvetően mindennapi jogi dolgainkkal kapcsolatosan. Aki érdeklődik iránta, vagy van néha jogi félpercesek rovataim. Igen, ez nagyon annyira ötletes és kreatív, ez nekem nagyon tetszik. Ez ugye, ahogy az ember görgeti a telefont igazából, tényleg fél perc bőven elég az összes bejegyzéshez, hogy végig szaladjanak rajta, ez adta ugye Örkény egy percesei után az ötletet.
de nagyon sok kiváló kolléga írogat az interneten, bár megjegyzem, hogy ez egy olyan műfaj, hogy senki nem mondja, hogyha rosszat írnak. Tehát érdemes több helyen is megnézni, főleg, hogyha olyat találnak, ami maradéktalanul és minden tekintetben alátámasztja a mondandójukat, ez egy olyan dolog, amikor egy egészséges kételynek érdemes azért felbukkanni az emberben. Meg ez is talán olyan, mint az orvosi szakma, hogy nincsen két egyforma eset, nem? Tehát lehet, hogy elolvasom az általános rendelkezéseket, viszont bárhol előfordulhat olyan, hogy na ez én rám pont másképpen vonatkozik. Így van, a kivétel kivételének a kivételét, azt minden ügyvéd ismeri. Igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. A nézőknek is nagyon szépen köszönjük a figyelmet.